Nehéz feladat előtt áll az ETOFC. A három mérkőzéses veretlenségi sorozat megtört az Ajka ellen, ha pedig a győriek szeretnének visszatérni az eredményes útra, ezúttal a tabella harmadik helyén álló Pécset kellene legyőzni. Sajnos nem tudtuk itthon tartani a három, mérk, három pontot. Hát nem mondom, hogy vidám a hangulat, úgyhogy azért szomorúak vagyunk, és mindenképpen szeretnénk jó játékkal pontot, pontokat gyűjteni a Pécs otthonába. Az Ajka ellen debütált kezdőként a csapatban Wingler László. Bár a mindössze 17 éves középpályás csereként már kapott lehetőséget, a hétvégén először volt kezdő és abban bízik, hogy ez mi hamarabb rendszerese is válik. Nagyon jó érzés volt, ugye pénteken mondta, vagy hát szombaton az edzés előtt mondta a mester, hogy ő kezdőként számít rám, ott már egy kicsit elkezdtem izgulni, de amint kimentem a pályára, ott elmúlt az izgulás és csak a meccsre koncentráltam. Akinek mindenképpen különleges lesz a Pécsi túra, az Fodor Ferenc. A védelem oszlopos tagja ugyanis éppen Pécsről származik, kisgyermekként itt húzott először futballcipőt. Játszottam már másik klubban is a Pécs ellen, azért ez egy különleges meccs, mert csak az otthonom, de ezt félre kell tenni, és remélem, hogy győzni fogunk. Bár a pécsiek ősszel nyerni tudtak Győrben, a cél most a visszavágás, és főleg az Ajka elleni második félidő mielőbbi felettetése a srácokat remélem, hogy feldobja ez a lehetőség. Azt gondolom, hogy ugye itt a kor itt az játszottunk velük egy, egy, nagyon jó mérkőzést, mondhatom azt, hogy, hogy az egyik legjobb meccsünk volt annak ellenére, hogy kikaptunk ott is egy, egy figyelmetlenség után egy 0 de de teljesen betoltuk a Pécset, a saját kapujuk elé sok helyzetet alakítottunk, egyszerűen ott sem ment be semmi, és remélem, hogy most fordítva lesz, és, és mármint az eredmény tekintve, hogy sikerül nekünk volt szerezni, és akkor reménykedhetünk egy jó eredményben. A találkozó a nap későbbi mérkőzései közé tartozik, hiszen vasárnap három órakor kezdődik.